Az a szirénázós szarvas, az miért? Most vagyunk a vonaton, ami visz minket Marába. Elmentünk előbb a szállásra, lepakoltuk a cuccainkat, és most megyünk nézni az őzikéket. Én azt nagyon várom. Igen, meg nagyon szép templomok vannak ott, amit szintén meg szeretnék nézni. Ezen kívül pedig esti programként még szeretnénk elmenni vásárolni, mert a szállások ugye nagyon olcsó és nagyon jó helyen van, de egy-két dolog hiányzik róla, úgyhogy ezt még be kell szintetni. Viszont pozitív, hogy van egy szentó közvetlenül a szállások mellett, ami az a japán közkötőnek lehet talán fordítani. Azt ki szeretnénk próbálni a tervek szerint, meg ami nekem nagyon tetszik, hogy tatamis a szobán. Igen, még a Szentóhoz hozzáfűzve tök nagy szerencsénk van, mert Kaorin beállkezik, ugye. Itt Japánban elég problémás a közfüldőkkel, ilyen onszemben nem, de szerencsére Szentóba beengednek. Igen. Úgyhogy megyünk úgy, ezt a pancsolni. És megyünk pancsolni. Igen, és nagyon érdekes a nyitási ideje, nem? Igen, délután 5-től hajnali 2-ig van nyitva. Mondták, hogy nem sokáig van ám nyitva, úgyhogy úgy menjünk el fürdeni. Én azt gondoltam, hogy ilyen talán reggel 7-kor nyit, és 3-kor már bezár, amikor mondtam fiatalember, hogy 5-től hajnal 2-ig, akkor megkönnyebbültünk, hogy akkor ki tudjuk használni. Tökéletes, hozzánk van időzítve. És amúgy gyönyörű tájakon megyünk át, most így Oszakában, Narába, és ez különösen szép bambuszerdő van, meg minden, de megyünk át. Hamarosan elérkezünk a szarvasokhoz, és nagyon vadjószágnak vannak ezek beállítva. Pedig én biztos, hogy egy közös fotót meg fogok kísérelni a vad szarvasokkal. Milyen szép ez a tó. Alkalmanként, hát ha ez nem az az alkalom. Alkalomattal a Kaorinra is rávegyek. Ha szerencsétek van, látjátok majd a vlogban, ahogy felöklel egy szarvas. Először visítasz, hogy jaj, de arra jó! Következő meg, hogy azért visítasz, hogy jaj, segítség! Valaki mentsen meg! A szarvas tomporon harapott. A Kofukuji templomnál vagyunk most, és keressük a szarvasokat! Az első szarvasaink már megvannak. Ott futnak, Istenem! Jaj, de kis helyesek vagytok! Jaj, de szép vagy! Jaj! Kiabál! Itt, ne hagyjatok itt! Te ott? Jaj! Az a szirénázós szarvas, az miért? Szerintem ő próbálja hajtani a többi lusta disznót, akik ott benn vannak. Látod már egy meg? Nézd neki a picúr? A pici tutul a nagynak. Picúr mondja meg a többieknek, hogy merre van az arra? Igen, hisztizik. Thank you.
Bejöttünk egy szuveníres boltba, és nézzétek, mit találtunk. Van aranykaki, meg aranykaki, ez egy császári ékszerből az egyik, és mellette ül a WC-ben is egy aranykaki. Eszméletlen. Aki ezt a szuvenét kitalálta, az tudott valamit. Megérkeztünk a Tódaijihez. Nara egyik leghíresebb templomához. És itt is vannak ám még őzikék. Ott az őzike. Ott is ott. Kezd ránk esteledni. Igen, gyönyörű naplemente van amúgy már. A buszok azok mondjuk annyira nem, de a naplemente igen. És elképesztő, hogy mindenhol szarvasok vannak. Egyáltalán nem félnek az emberektől. Én teljes szerelemben élek most ezekkel a szarvasokkal. Nézd, mennyire gyönyörű. Fú, és milyen hatalmas. Ez elképesztően nagy. Ez fantasztikus ezt megépíteni. Wow. Nem. Tényleg mindenhol ott vannak. Istenem. Hogy kerültek be? Jaj, ott is követik. Ugye etetik őket, és utána egy rátapadnak az emberekre. Levakarhatatlan. Már nincs, azt mondták. Nálam sincs. Végeztünk a Tódaijinél, kezd besötétedni, úgyhogy úgy döntöttünk, inkább visszafordulunk, mert eléggé hűvös van. Viszont annyira gyönyörű volt, és pont a naplementében láttuk. Oda vagyok! Olyan. Úgyhogy most tervek szerint keresnünk kell egy Don Quixote-t, hogy el tudjunk menni a Szentóba. Itt szerintem el kell menni. Visszamegyünk először akkor Oszakába. Igen, a szállásra. Ott keresünk magunknak egy Don Quixote-t, mert szükségünk van papucsra és törölközőre, mert olyan pici törcsit kaptunk. Igen, gondolták, hogy ez majd jó lesz. Nem lesz elég. Inkább veszünk egyet magunknak, és azután, ha minden jól alakul, akkor keresünk egy okonomiákist. Igen! Ugye? És megkóstoljuk a helyi specialitást. Oszakában enni kell okonomiákit, ez alap dolog, mert híresen finom. Úgyhogy szeretnénk megkóstolni. Igen, úgyhogy az lesz a vacsora, és azt követően pedig ellátogatunk a Szentóba, ami a szállásunk melletti másik szállodában van. De mi ingyen használhatjuk. De ijesztően táncol ez a szarvas. Mondjuk én inkább rángásnak nevezném. Nézd, milyen szép megvilágítva. Ó, igen. Meg az a fa, ez elképesztő. Azt kell mondanom, hogy este is nagyon szép Nara. Nara? Érdemes volt idejönni. Mondd úgy Narát, hogy tegyél elé egy ó!
Nem mondom. Nem mondod? Nem mondom. Miért nem mondod? Azért, mert az azt jelenti, hogy puki. Egyetemen tanította nekünk az egyik kedvenc tanárunk. Ugye van a tiszteletet kifejező ó partikula, amit ha a szavak elé teszünk, akkor ugye például, hogy ohasi, akkor megtiszteljük az evőpálcát, de hogy nara elé ne tegyük, hogy tiszteletre méltó nora, mert abból az lesz, hogy puki, puki, ugye az onara, az a puki. Igazán mókás. Hasznos tudást szedtünk magunkra az egyetemen. Találtunk egy tök hangulatos kis okonomiáki étteret. Ugye Oszakában nagyon jellegzetes, hogy okonomiákit kell lenni, úgyhogy mi is mindenképpen szerettünk volna eljönni, és ez egy ilyen kis pici kis hangulatos, nem kifejezetten okonomiáki étterem, van mindenféle, de mi azt választottunk. Igen, úgyhogy meg kértünk magunknak júzus italt. Ugye a júzu az hasonlít a nálunk kapható narancs és a citromnak a keverékben. Igen, hát ez is ilyen citrusféle. Igen. És itt elég népszerű és nagyon finom. Úgyhogy ezt rendeltük, meg rendeltük egy olyan okonomiákit, amiben van hús, meg káposzta, meg sajt. Igen, kértünk húsztoppingnak elvileg ilyesmire. Úgyhogy reméljük, ugye az okonomiákit ezt a legtöbb helyen gondolom itt is mi lesz. Te készíted el magadnak egy platin, de itt, mivel nincs beépített főzőlap, szerintem itt fognak nekünk kulakozni. Hát meg kiderül. Majd kiderül. Igen. Ami pozitívum, hogy ott nem nekünk, mert mi el tudjuk olvasni ugye a japánt is, de adnak angol nyelvű étlapot, úgyhogy aki például egyáltalán nem tud kancsikat olvasni, az szintén ki tudja választani magának. Igen. Nekem nagyon tetszik, hogy vannak rendes asztalok is, de itt, ahol mi ülünk, ez ilyen, ez a tradicionális ilyen földben süllyesztett asztalhoz. Úgyhogy lehetett választani, hogy asztalhoz szeretnénk, vagy ilyen helyre termünk. Nem mi azt választottuk. Most várjuk, hogy hozzák a kajcsinkat. Megkaptuk az okonomiákit, hát sajnos nem olyan, hogy mi magunk készítjük el, de amúgy nagyon gusztának néz ki. Elmondod, hogy ez mi hol van. Van itt a majonéz, meg ez valami ilyen hal flakies. Igen, ez ilyen halpehely rajta, hal amit láttok, hogy mozog, ugye a hőtől mozog amúgy. És ez tészta, és abban vannak belekeverve zöldségek, meg húsi, és így egyben megsütik, ez ilyen japán pizza. Thank you.